Na, hello, bello, sziasztok, srácok! Gondoltam, csinálnak egy ilyen helyzetjelentős videót gyorsan. Ja, jó poros a verde, úgyhogy ne azt nézzétek, de nem is ezen lesz a lényeg, hanem itt szeretném megmutatni, hogy hol tartok most, meg gyakorlatilag mik változtak a gépen. Aki követ Instagramon, azt tudja, hogy kapott egy ültetőszetet, ami nem más, mint egy TA Gavin, a kék rugóval, akinek mond ez valamit. Most egyelőre még nem azok a felnik vannak rajta, szóval nincs beélőve a magasság tökéletesen, meg olyan távoli felvételekre ne számítsatok, mert ugye itt vagyunk a garázsban, hát most ennyire van lent a kicsi. Gyakorlatilag ugye ez a koptató van rajta, ami nem ez lesz rajta, hanem lesz rajta egy GL, vagy egy GTI, vagy egy VR6-os, attól függ melyikhez jutok hozzá. Azzal ugye még lejjebb kerül az eleje. Most is nagyon len van, de azzal még lejjebb fog kerülni. Meg, hát az elejét ezzel a felnivel, vagy ezzel a gumival nem tudom jobban meg letenni, mert gyakorlatilag már a gumi följebb van, mint az ív, és akkor ugye az a probléma azzal, hogy ha kitekered a kormányt, már eléri. Úgyhogy itt ez van. Egyébként még olyan 3 centi mened van lefele a gevinden, szóval még annyit mehetne le. A hátsó, az annyira nincs len, és itt egyébként még, ja, nagyon-nagyon koszos, meg sáros a kocsi, szóval tényleg ne azt nézzétek. Itt még körülbelül 10 cm van a gevinden. De nem akartam addig állítgatni, mert úgyis mindenképpen meg fogja kapni ugye azt a szetet. Ma az a terv, hogy azt fogom fényezni, gyakorlatilag ezt ugye felcsiszolni, meg lefényezni, meg szórogítezni, meg minden, na, tudjátok, hogy ez hogy zajlik, és azt kap egy másik szint, nem fogom megmondani, hogy miért. Meg persze új gumikat. Ezek a balonos téli gumik le lesznek róla szedve, és akkor lövetünk rá olyan jó pereseket, amivel még jobban meg lehet tenni ugye a kocsit, meg még jobban elfér majd az iveknél. Ja, úgyhogy most így nézünk ki. Tényleg, bocs, de távoli felvételek azok nem fognak itt most készülni. Az a lényeg, hogy most már lehet tekerni a sárga földig a verdet. Egyébként más nagyon már nem is nagyon akarok rajt. Itt próbálgattam, látszik is egy csik. Idáig akarok még egy szélvédőre egy ilyen matricát, de valószínűleg egy sima feketét nem fogom nagyon variálni. Meg még mi az, amit akartam? Ja, rendeltem álcahálót, az ilyen talikra így rádobni, meg egy-két dolgot akarok vele a beltérbe még azt abból csinálni, meg más nagyon nem lesz már. Ugye azért jó a gevind, az állítható futómű, mert gyakorlatilag oda tekered, ahova akarod, hogyha akarod, akkor feltekered, és akkor magasan mész vele, hogyha esetleg olyan helyre mész talikra, vagy pedig videókat csinálunk, vagy bármi, akkor meg le tudjuk kopra tekerni. A kopra az azt jelenti, hogy eléri a földet az alja, és akkor egy ilyen nagyon low stílusba lehet menni. Ja, meg azt akartam még mutatni, ugye, azt nem tudom mennyire fogom tudni, hogy a kerék az ilyen iszonyatosan megdőlt befele. Fölülről nagyon nem látszik, talán látszik így is, de úgyhogy gyakorlatilag még van 10 centi helyem a meneten körülbelül. Úgy megvan így dőlve, és ez nagyon-nagyon tetszik, mert ugye két dologban jó. Ugye egy az, hogy szétkoptatod a gumi belsejét, tudom, de az viszont nagyon jó, hogy baromi jól néz ki, meg az, hogy ugye a széles lemezek majd jobban be fognak menni alá, jobban be fognak férni. És nem aranyszínű lesz, és nem is fekete lesz, gyerekek, és nem fogom megmondani, hogy milyen színű lesz, mert meglepetés, kitalált a keeper mégis, hogy mégis más színbe fog pompázni. Annyira az a gond ugye, hogy nem vagyunk a garázsban, és olyan felvételeket, távoliakat nem tudok róla csinálni. Ja, még ami változni fog, ugye kap egy olyan csikot oda fölülre, megkapja a szép új gumikkal a szép új felniket, meg még ezeket a lámpákat két oldalt, azok feketék lesznek, ezek füstszínűek lesznek, és hátul is füstszínűek lesznek a hátsó lámpák is. Úgyhogy ennyi lesz, más már nagyon nem. Ami nagyon jó ugye, hogy most már megvan ültetve frankón, ami nagyon sokat dob rajt.
Nem tudom érzékeltetni nagyon, hogy mennyi van. Hát baromira kevés van most a föltől, egy GL vagy VR6-os koptatóval, az meg lemegy ilyen, még egy, nem tudom, egy ilyen nagyon, még szerintem kétszer ennyire, azzal meg tényleg nem lesz. Meg még tekerni tudok rajta, hogyha olyan helyre megyünk, szuper lesz. Már csak deszkákat kell szereznem, hogy ki tudjak járni a garázsba. És ez nem vicc gyerekek, közlekedni azután deszkán. Úgyhogy ez van. Jó van, nagyon nem tudom megmutatni, mert garázsba vagyok. Ma neki fogok állni, megcsiszolom a fölniket. Leszórógittezem őket, meg valószínű, hogy le lesznek fújva az új színre. És akkor valamikor, amikor jobb idő lesz, akkor elmegyek gumishoz. Fú, nagyon szar idő van, gyerekek. Állandóan esik, meg minden, meg még havat is mond még jövő hétre. Ja. Jók voltak ezek, különben jól néztek ki ezekkel a gumikkal. Ez is ugye 175-ös gumi, aztán valami 8,5 széles felnin, rá volt ráfeszítve, hát feszül, mint a disznó, de nem, az a baj, hogy magasak voltak, és az csúv volt, mindenképp egy jó kis peres gumival majd jobban fog mutatni. Na, jó van, srácok, ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csáá!